A tudományos kutatás meghatározó szereplőinek együttműködése, tapasztalataik megosztása és a nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás. Ezek kulcsfontosságúak az innovatív termékek létrehozásához. Ezért indultak el a napokban az innovatív egészségügyi és sporttudományi fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen. Egy olyan innovációs eszköz kifejlesztését terveztük, amely olcsón üzemben tartható, mobilis, nem jár a páciens számára sugárterheléssel, non-invazív, és megfelelő információt szolgáltat az orvos, valamint a gyógytornász szakember számára. Ennek eredménye egy szabadalmaztatási eljárás előtt álló háromdimenziós testszkenner. Az új eszközzel a gyermekek helyes testtartását sugárterhelés nélküli képalkotó eljárással lehetséges mérni és elemezni. A fejlesztés leginkább a gerinc strukturális elváltozásait képes lemodellezni, akár az egyéb degeneratív elváltozásokra vonatkozó további vizsgálatok szükségességét megalapozva. A szkennelést követően az egyén megjelenik a számítógépnek a monitorján, amely pörgethető, forgatható, minden oldalról megtekinthető, szeleteire bontható, és lehetőség van 3D-s nyomtatásra is, amellyel megkaphatja az egyén saját magának a testalkatát, testképét. A szakemberek már dolgoznak a testszkennerhez kapcsolódó mobil alkalmazáson is, melynek segítségével az új eszközt igénybe vevő az adott állapotára javasolt mozgásprogramot kaphat kézhez, otthonról végezhető célzott gyakorlatokat ajánlva számára, amely utolsó lépésként mindig szakember által ellenőrzött és egyénre adaptált.